Milák Kristóf hosszú ideje nem versenyzett, amely igencsak megosztja a közvéleményt. Az olimpiai bajnok úszótól sokan újabb aranyérmet várnak Párizsban, de korántsem biztos, hogy egyáltalán elindul az ötkarikás versenyen. Egy sportpszichológust kérdeztünk arról, hogy mi lehet a legfőbb lelki oka annak, hogy egy élsportoló hosszabb szünetet tart. Igazából nekem most jelenleg egyetlen célom van az, hogy a Párizs olimpián tudjak szerepelni, ott a legjobb formát előhúzni. Igazából engem addig más nagyon jelenleg nem is érdekel, nem is foglalkoztat. Megpróbálok mindent ez alá berendelni. Nyilatkozta nemrég a Radarnak Milák Kristóf. Azóta viszont az olimpiai bajnok úszó kihagyta a hétvégén megrendezett budapesti világkupa versenyt. Rengeteg találgatást kapott Szárnyra. Mi lehet az oka? Még a sportoló nem mondja el, hogy ez mi, nyilván mindenki találgat, és azzal nagyon-nagyon rosszat tudunk tenni, hogy kommentelünk, hogy tanácsolunk, hogy nyomjuk, hogy de igazán le lehetne menni edzésre, most ezt tényleg ezt nem bírod ki ezt a két órát, de hát nem, tehát hogy ott azért egy nagyon nehéz hátizsák van, amiről nincs fogalmunk. Faludi Viktória számos válogatott és sportoló pszichológusa, többek között a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áron mentális felkészítéséért is ő felel. Kíváncsiak voltunk a laikusok által felvetett kiégés hátterére. Sokan beszéltek már nyíltan arról, hogyan érintette őket. Elég csak a brit Adam Peatyt és az amerikai Caleb Dresselt említeni. Elhúzódó stressz állapot, mind mentálisan, mind pedig fizikálisan vannak jelei. De hogy annak, tehát hogy nagyon sok tünete lehet. A tünet, leginkább a húzó tünet az, hogy van egy ilyen állandó fásult kedvetlenség. Általában akkor történik, amikor minden monoton, tehát hogy az élet monotonná válik, a munka monotonná válik, valami olyan nagy pszichés, fizikális terhelés történik, ami után kéne egy kis pihenő. Az állandó fásultság mellett alvás problémák, negatív gondolatok, evési zavarok, eredménytelenség, folyamatos sérülések mind-mind lehetnek a kiégés jelei. Mert bevett szokás a multi világban, vagy az üzleti életben, hogy elküldik szabatikára a dolgozókat. Van, ahol mondjuk például Németországban 3 évente van egy fél év, ami jár. Nyilván jó lenne a sportolóknál is. Én értem, hogy a teljesítménysportból kiesni fél évre, az hát ez egy kicsit húzós, nem ugyanolyan, mint mondjuk egy IT menedzsernek. Vannak olyan munkakörök, amelyek veszélyeztetettebbek. Ide tartozik a sport is, ahol a versenyzők folyamatosan fizikai határaikat feszegetik. Ma már az étkezéstől az alvásig minden percre pontosan be van osztva számukra. Tehát a kiégés valahol előre kódolt. A munkám például ebben rejlik, hogy ha valaki megnyerte az első olimpiai aranyérmét, akkor hogy megyünk tovább egy másodikra, egy harmadikra, és reméljük egy negyedikre is. Szóval, hogy ez ott egyénileg meg kell találni, hogy mi az a motivációink, mert azzal is nyilván ezzel egy kicsit olyan visszás, amit mondok, de nekem alapvetően mindegy, hogy mi az eredmény, nekem az a jó, hogyha a sportoló jól érzi magát, mert ha jól érzi magát, akkor élvezni fogja, ha élvezni fogja, akkor lesz teljesítménye. Kérdés, van-e út a kiégésből? Rá tudja-e magát egy sportoló újra venni, hogy elvégezze azt az embertelen munkát, ami szükséges az aranyéremhez? Minden áldott nap felkelni hajnalban, és adott esetben beugrani a vízbe. A kiégésből mindig vissza lehet jönni. Nyilván az azért egy másik veszélyeztető állapot, mert hogy ez belecsúszhat mentális zavarba. Tehát, hogy az egy olyan nagyon sérülékeny időszak, amiből muszáj, tehát ez tényleg olyan, hogyha beteg vagy, akkor el kell menni betegállományba. Ha kiégett vagy, akkor igen, el kell menni és valami más csinálni. Egy biztos, ahogy az úszó zseni stábunknak elmondta, a túrautózással teljesen ki tud kapcsolódni.